Jó estét kívánok! Szerkesztőségünk birtokába jutott egy hangfelvétel, mely az Irigy-Hónajmirigy zárt körű megbeszéléséről került ki. A felvételen a zenekar egyik tagja beszél meglepő őszinteséggel az együttes elmúlt időszakáról. A felvételen hallható trágár kifejezésekért elnézést kérünk. Amit ki lehetett parodizálni az elmúlt 16 évben, azt megtettük. Lehettünk volna normális zenekar is, de nem lettünk. Azért nem, mert elkoptuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még együttes nem csinált, mint amit mi csináltunk. Nyilvánvalóan végig hűltük az elmúlt 16 évet. Teljesen világos volt, hogy amit csináltunk, az nem normális. Az utóbbi 4 évben nem készült rólunk olyan fotó, amire büszkék lehetünk. Ha el kell számolni az országnak, hogy eddig mit csináltunk, akkor mit mondunk? Majdnem beledöglöttünk, hogy az utóbbi 1,5 évben nem dolgoztunk fel egyetlen Balázs Pali számot sem. Ehelyett bulisztunk reggel, délben meg este. Lehet még itt egy kicsit teszetoszáskodni, de nem sokat. Lesznek más parodisták gyerekek. Igen, lesznek. Lesznek koncertek is. Lesznek. Meg lehet őket nézni. De előbb-utóbb megunják és hazamennek. Én azt mondom, hogy vegyen mindenki mirigylemezt, és igyon kupasok bort. Vagy tovább csináljuk. Van hozzá 8 emberünk, vagy mehetünk vissza autófényezőnek. De ez az ország megérdemli, meg mi magunk is, hogy tovább csináljuk. Szóval azt tudom nektek mondani, hogy ne álljunk meg,